Nagyon szép délután kívánunk, kedves nézők! Nem akármilyen érdeklődés és hangulat mellett fogadja a Völcse a Győri Audietót a női kézilabda bajnokok ligája középdöntőjének harmadik fordulójában. És hát van miért lelkesedniük a hazaiaknak, mert hogy jó formában vannak 2020-ban a románok. Két önbizalomnövelő győzelmet arattak a bajnokok ligájában. Perces győri gólcsendet tört meg Fodor Csenge. Egyébként a Völcse a legutóbbi körben is, az első fél időben, sőt a legutóbbi kettőben 8, illetve 7 gólt kapott, csak hát ott az ellenfél nem a címvédő volt, miközben Elgaui egyenlít, hanem először a Krim, aztán meg a Szévehof. 6-6. Fodor. Nem tudta ott valahogy áthámozni, beverekedni magát, de egy sárgát kolnál a 38. percben, de a második legeredményesebb játékosa a Győrnek. Amorimmal egyetemben Christiansennek van 7, Amorimnak és Fodornak 2-2. Elgavit találják meg szépen. Szerencsére nem tudták túlságosan sokszor megjátszani a beállóikat a románok, de ez azért fegyverük lehetne. Különösen ezzel a gyorsó. Lipko. Liscevic. Ez még el fogja érni a vonal előtt Fernández, viszont passzív lesz. Fenn is a játékvezető keze. Jó a bejátszás, szép a gól is, Elgaui. Ez működik. Amorim. Odor kanyarodik fel a labdával, őt rángatja meg Bádea. 2 perc lesz? 2 perc lesz! Oftedal. Jó eladott labda ember előnyben. Elég sokan érkeznek a fehérmezesek közül. Elgaui egyedül megoldja. Hát ezt végig asszisztálta az Eto. Szerintem még elég jól jöttünk ki belőle, mert megszerezte a labdát, akkor vissza is húzta még Christiansen. Ezt a percet ezt nem adták ki. Viszont cserébe meg ezt befújták, hogy kicsit szeretik annyira románokat. Mint azon a magyar-román meccsen, ahol azt gondoltuk, hogy szeretik őket. Nálam egyébként a kiállítások aránya 8 hazai és 2 győri. Ez sem olyan nagy baj. Fernández. Liscevic. A szép passz volt Elgaui-nak, ő meg belüli ember hátrányban. Hát egyelőre ebből él a második fél időben a Völcsea. A legutóbbi 3 gólját a románoknak egyaránt Asma Elgaui szerezte, illetve Elgaui Asma. Hiba a románoknál, viszont ezeknek a hibáknak a kihasználása a másik oldalon sokkal jobb. Lejut valahogy a labda a kapuba, hát a beálló elleni védekezést nem sikerül megoldani. Ellenben ott az Itzer, a másik oldalon Brácet. Na hát ez az a tempó, amit megszoktunk a Győrtől, és még akkor is igaz ez, hogyha tudatosan nem játszotta ezt végig az Eto. Ez azért így élvezetesebb, legalábbis megnyugtatóbb ezt látni. Ez akkor a gólfesztivált, mint amit rendezett a Szent István ellen kedden, ugye 47 gólt lőttek Monoron a bajnokságban a győriek, most ennek a fele is azért győzelmet fog eredményezni, bár a felénél azért több lesz valószínűleg. És hát Annemette Hansen nélkül támadásban, Enze Minkó nélkül támadásban, Bulatovic sem volt túlságosan. Ezt bizonyíthatjuk, kivéve Asma Elgauit, aki remekül játszik. Ennek egyébként akár örülhetünk is. Igen. 27-20. Lehúzta egy picit a Válcsa a saját szintjére a Győrt, és ez ellen küszködtek a győriek, de nem mindig sikerült a saját színvonalokat játszani, viszont a második fél időben